kedves nézőinket, Aranykor című műsorunkat láthatják. Születésnap. Szeptember 1-én bővült a városunkban élő szépkorúak száma. 90. születésnapját ünnepelte ugyanis Bognár Ferencné, akit Dunaújváros önkormányzata is felköszöntött. Akkor mutat, mikor ki lesz, de legelsőbb így szokom összeszedni, meg kíváncsi vagyok, hogy hogyan adja elő a mintát. A legújabb készülő gobelénképét mutatja Bognár Ferencné, aki szeptember 1-én lépett a Dunaújvárosi szépkorúak táborába. Rozika néni ezen a napon ünnepelte 90. születésnapját. Szabadidejét leginkább varrással tölti. A munkáit családtagjainak készíti. Hát, kézimunkázok sokat. Varrok, kézimunkázok, majd megmutatják a lányok, hogy most is, meg az összes fiúnokámnak imádkozó, mert hívő vagyok. Kivartam a János pápát is, ezt elvitték a templomba előszállásra. Akkor meg hát minden gyerekemnek imádkozó kezet vartam. Kézimunkázok, még most is itt van. Úgyhogy, mert annak meg a szotya köll, hogy a szotyát varjam ki, mert a anyukájának vartam, és olyanra vágyik a Krisztikém, az unokám. Úgyhogy ilyennel foglalkozok, meg hát azért még ellátom magam. Sokat főhívnak. A tortája elfogyasztása mellett beszél a gyermekkoráról az ünnepelt. Nagyon szépen tettek, úgyhogy elmentem 16 éves koromban már Pestre szolgálni egy hónapos babához. Mert vágytam otthonról, ott is ott szolgáltam, és akkor utána hazajöttem, meg, akkor meg Dunaföldváron szolgáltam. Úgyhogy ott voltam 3 évig, ilyen boltosnál. De nagyon annyira jó népek voltak, hogy mindig olyan szeretetbe étem, na csak ezt tudom mondani. 9 testvérével Nagykarácsonyban nőtt fel, ahol a szülei gazdaságában munkával töltötte fiatalkorát. Gazdasággal földjeink voltak, volt föld, és abban dolgoztunk, mind a gyerekek is, úgyhogy abban voltunk. Volt 20 föld, mert apám egyes fiú volt az örökült, igen. Aztán akkor így, mondom, azért volt mivel kezdeni. Úgyhogy meg nagyon jó gyerekek, mindig arra kért apám, hogy a becsületre mindenkit tiszteljünk, úgyhogy nagyon jó nevelést kaptunk, szeretetet, komolyan. Dunaújvárosba férje halála után 28 évvel ezelőtt költözött. Megszerette a várost, és szeret itt élni. Nagyon, nagyon szeretek itt lenni. Nagyon jó, kedves népek vannak itt is, úgyhogy csupa jót tudok mondani. Becsület szavamra, meg az életemről is. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve mindenne. Becsület szavamra. Betegesse voltam, dolgozni tudtam. Úgyhogy ez én nekem jó családom, mindenné többet ér. Rozika néni egészen 70 éves koráig dolgozott, és a mai napig ellátja magát. Nem volt fárasztó, nem, mert valahogy úgy éreztem, hogy jó volt a közösségbe. Ott jobb szerettem. Máig is azt mondom, hogy a fáj, hogy ők csinálják a takarítást, hogy inkább csinálnám, dolgoznák. Mindig étem a munkának, szeretettel dolgoztam, összetartottunk. Úgyhogy tényleg ezt tudom mondani, hogy nagyon jó, szerető család. Össze olyan munka volt, akkor mind 4-5-en összementünk. Paradicsom szedés, vagy olyan munka, akkor ilyen életem volt, hogy csak ettő, hogy a szeretet, hogy a megértés. Két lányával és legfiatalabb unokájával is kocintott Rozika néni, akinek 3 gyermeke és 6 unokája mellett 6 dédunokája született. Annak ellenére, hogy családtagjai Európa és Amerika különböző pontjain élnek, büszke arra, hogy bizalommal és szeretettel nevelhette gyermekeit. Úgyhogy én
csak szeretetet adtam, mindig azt mondtam, én nem nevelem őket, én csak szeretetet adok. És így voltak ott nálam nyarani szünetben, és ebből kifolyólag ez van. Úgyhogy, hogy én csak szeretetet adtam nekik. Sütöttem, főztem, ma úgyhogy ez, amit szerettek, így van. Így időskorában is nagyon szerető és összetartó családban élhet. Én mindig meg voltam elégedve. Ez a, hogy mondjam, a legjobb tulajdonságom, hogy minden nem meg voltam elégedve. Egészségem volt, és akin tudtam, segítettem, szüleimen is, mert úgyhogy csak ennyit. Mert nagyon jó szüleim voltak. Úgy véli, a legfontosabb önmagunk elfogadása. Hogy életvidámok, legyetek legelsősorban magatokkal megelégedve, és utána megéljetek a családnak, hogy abba találjatok, abba van öröm, bánat, vigac, minden van benn. Úgyhogy tényleg ezt tudok nektek mondani, hogy saját magatokkal legyetek megelégedve, és akkor utána minden megy. Polgármester úr, a magam nevében nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntsem 90. születésnapja alkalmából. Habár tudjuk, hogy elsői születésük, nagyon nem vagyunk elkésve, de azt gondolom, hogy a városban eltöltött idő és az a munka, amit ön Dunajvárosért tett, csak köszönettel tartozunk. Köszönjük, hogy részt vett abban, hogy egy élhető város Dunaújváros. A családtagok köszöntése mellett Dunaújváros önkormányzata nevében Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester jó kívánságait is fogadhatta Rozika néni. Szőlőszezon. Az alma és a körte mellett a szőlőszezonja is kezdetét vette. A piacokon azonban rengeteg fajtával találkozhatunk. A választásban csupán a pénztárcánk dönt. Egy kiló szőlőt vásárol ez a hölgy a helyi piacon. Az ősz egyik legjellegzetesebbnek számító gyümölcse ez, amelynek így augusztus végén, szeptember elején van igazán szezonja. Szőlőt? Hát egy héten kétszer általában, szerdán és szombaton szoktam megcsinálni ezeket a bevásárlásokat, hogy otthonra legyen gyümölcs. Bajnok József őstermelő az idei szőlőtermést illetően úgy fogalmazott, kielégítő, hiszen, mint mondta, a tolnai borvidéken nem volt különösebb fagykár, sem jégeső, amely megtizedelte volna a szőlőtőkéket. Kielégítő. Annyi, hogy a vegyszerezésre kellett többet figyelni az esős évszak miatt. Hát aki ezt úgymond jól elvégezte, annak tűrhető a termése. Nem kaptunk se jeget, se olyan komolyabb égi áldást, ami nagy kárt tett volna. Úgy véli, az árak nem emelkednek. Én úgy tudom, hogy ami a tolnai borvidékünkön nem volt különösebb fagykár, se jég. Én, ahogy eddig hallottam, aki tudok, tűrhető a szőlőtermés, az ár se. Itt nem hiszem, hogy fel fogja nagyon menni. Az itt élők azt mondják, ha történetesen mégis megemelkedne a szőlőára, akkor is vásárolnának a gyümölcsből. Hát így is, de lehet, hogy nem olyan mennyiségben, hanem kevesebben. Tehát mivel ketten vagyunk, ezért nem szoktam olyan sokat, tehát inkább többször kijövök a piacra, és akkor úgy vásárolok. Akkor is, mert az jó vitamin, persze, vitamindús. Az őstermelő, mint mondta, rengeteg fajta szőlővel találkozhatunk, így nehéz is a választás. Hát a muskotályos ízű szőlőket keresik, vagy a mutatósabb fajtákat. Hát az a baj, hogy most már ebbe is egyre nagyobb a választék, tehát rengeteg fajta van a piacon, nehéz eligazodni, hogy mi is kellene ugye a vásárlóknak. A dunaújvárosiak körében pedig a sláger még mindig a nagyobb szemű csemege szőlő. Én inkább a magyarokat szeretem, tehát én mindig inkább ilyen őstermelőktől veszem. Tehát ki vannak írva a táblára, és akkor ott vásárolom. Csemege szőlő, kardinál, azok. Meg a hungár. A magyar.
magyar szőlő. Igen, azt szeretjük. A szőlő tehát ártól függetlenül igencsak keresett gyümölcs, annál is inkább, mert amellett, hogy ízletes, kiváló alapanyag a boroknak, illetve rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Tisztújító küldött gyűlést tartottak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában, amelynek célja a tisztségviselői körök megújítása volt. Ellenszavazat. Tartózkodás. Nem. Szavazólap feltartásával döntenek az elnökről a tisztújító küldött gyűlés tagjai a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában. A tisztújításra 4 évente van szükség. 4 évenként történik tisztújítás. A lényege tulajdonképpen az, hogy az új vállalkozók közül minél többen kerüljenek be a küldöttek közé, és történjen némi megújulás. A tisztségviselőknél pedig én azt gondolom, hogy az fontos, hogy kellő arányban legyenek régi tapasztalt különböző tisztségű emberek, és legyenek újak is, akik megtanulják és tovább viszik az itteni feladatokat. Hát a kamarai rendszer az úgy épül föl, hogy 4 évente vannak választások, 4 évente megújulnak a tisztségviselői körök, és ez lentről fölfelé megy, tehát azt jelenti, hogy a különböző tagozatok, osztályok megválasztják a küldötteket, vezetőiket, ezek a küldöttek alkotják aztán a területi kamarának a küldöttgyűlését, ez a küldöttgyűlés választja meg az elnökséget, alelnököket, elnököt, illetve az ellenőrző szerveket, mint felügyelőbizottság, ellenőrzőbizottság, etikai bizottság, és választják meg az országos küldötteket, és az országos küldöttek választják meg aztán ugyanezeket az intézményeket, ugyanezeket a testületeket országos szinten. Ez majd október végén fog megtörténni. Hát azért fontos, hogy egy ekkora város életében, mint Dunaújváros, amely kimondottan kezdetektől kezdve ipari város, sőt, az iparvároson belül a nagyvállalatok tépezik a legnagyobb súlyt, ezért azt gondolom, hogy itt lenni kell egy olyan szervezetnek, amely az iparnak a szervezete. Az iparkamara tulajdonképpen a gazdaság önkormányzata. Hát az iparkamarának a lényeges funkciója, amit úgy általában nem tudnak és nem mondják, ez az, hogy a gazdaság önkormányzata. Ez ugyan teljes mértékben nem érvényesül, hiszen a kamarai törvény se, ha szabad egy kritikát mondani, a kamarai törvény sem tartalmaz minden ilyen feladatot, de mi régi kamarások úgy gondoljuk, hogy ez a fő funkciója, hogy az önkormányzata legyen a gazdaságnak, és próbálja azt valamilyen irányba terelni. Ez a demokráciának a lényege. Végül is a kamara az a gazdaság önkormányzata. Ez azt jelenti, hogy ott a gazdaság valamennyi szereplője részes, hiszen aki jogszerűen vállalkozik ma Magyarországon, az a kamarában választójoggal bír. Tehát ő választhat. Ez nagyjából 600 ezer vállalkozót érint, és ennek a 600 ezer vállalkozónak így módon lehetősége van arra, hogy kifejezze a véleményét, elvárásait, igényeit a gazdasági önkormányzat vezetésével szemben. Az idei választások több 10 000 vállalkozást érintenek. 23 területi kamara van, magában a folyamatban több 10 000 vállalkozás vesz részt, nyilván annak függvényében, hogy mennyire elkötelezett a közügyekkel szemben. Tehát, hogyha valakinek fontos, akkor ott tud lenni a választásokon. Tisztségviselőt azt úgy 5-6 ezer tisztségviselőt fog megválasztani a kamara a következő időszakban, illetve választott már meg, mert 11 kamarában lezajlottak a választások, és vezető tisztségviselőt pedig országosan 40-et, hiszen az MKIK elnökségében 40 fő van. Pillanatnyilag a jelölőbizottság javaslata alapján minden egyes tisztségre egy-egy jelölt van, tehát egy elnök, egy általános alelnök, 5 etikai bizottsági tag, 3 ellenőrző bizottsági tag, stb. De helyszínen még lehet jelölni. Ez azért lényeges dolog, mert ugyan a tagjaink már hónapokkal ezelőtt megkapták a levélben,
hogy választás következik, megkapták a jelölő cédulákat, megkapták az elfogadó nyilatkozatokat, és a kamara honlapján is lehetett tájékozódni, akik pedig nem tagjai a kamarának, azok ugyan megnézhetik a kamara honlapját, de a Dunaújvárosi Hírlapban is megjelent háromszor a felhívás, hogy mikor, milyen stádiuma következik a választásoknak. Az országos elnök elmondta, a küldöttek választásakor a vállalkozási környezet szempontjait veszik figyelembe. Én feltételezem, hogy az előző évek teljesítményét, az elért eredményeket, azt a programot, amit az elnökség vagy az elnök letesz az asztalra, azokat az ígéreteket, amelyek elhangzanak, tehát nagyjából azt, ami a vállalkozási környezet szempontjából fontos. A DKIK tiszteletbeli elnöke pedig úgy véli, Dunaújváros ipara az utóbbi években nagyobb átalakuláson ment át. Én azt gondolom, hogy lényeges, hogy a városipara az utóbbi jó néhány évben átalakult. Nyilván aki figyelemmel kísérte, az tudja, hogy a vasmű némi visszafejlődés volt, a papírgyár nagyon intenzíven fejlődött, a Hankó gumigyár bekerült a nagyvállalatok közé. Amit talán hiányolni lehetne az, de azt hiszem, hogy ezt még néhány évtizednek el kell tenni, hogy leküzdjük, hogy más történelmi városokban más a cégek összetétele, tehát a közepes és kisebb vállalkozók sokkal nagyobb tömeget jelentenek. Nekünk ilyen a múltunk. A tisztújító küldött gyűlést 23 területi kamarában tartják, amelyből 11 kamarában már lezajlottak a választások. A előkészítés során... Méri Péter dunaújvárosi származású író újabb kulturális kezdeményezéséhez érkezett. Ezúttal zenésztársaival együtt a Mimozing című rendezvényére készül. Októberi Mimozing című rendezvényéről beszél Méri Péter író. A dunaújvárosi származású művész zenésztársaival együtt ugyanis egy kulturális kezdeményezést indított útjára, amelynek gyümölcse október 15-én fog beérni. Hát most nem először, szülővárosomban nem először hozunk létre különböző kulturális rendezvényeket. Tulajdonképpen ez azóta kezdődött ez a folyamat, amikor a Dunaújvárosról szóló interjú kötetet itt létrehoztuk. Nagyon sok interjú alannyal. Ez nagyjából 2 évvel ezelőtt kezdődött, és azóta különböző könyvbemutatókon, rendezvényeken, elsősorban egyébként itt a Dózsa mozi előterében, itt a Dózsa téren, vagy bent a moziban hozzuk ezeket létre, és ez nem véletlen. Tudik, nekem ez egy annyira nosztalgikus, és mondjam, úgy mondhatnám, hogy szakrális pontja ennek a városnak, szülővárosomnak, ahová engem még gyerekkoromban édesanyám ide mindig elhozott, és tulajdonképpen az én ilyesfajta szellemi motivációmban nagyon sokat jelentett. Az, hogy már ilyen nagyon korán, ugye gyerekkoromban láthattam olyan filmeket, amiket még a mai napig is bármikor megnéznék. Ez a rendezvény, amiről most szó van, hát ez egy ilyen koncert kavalkád lesz, hogy úgy mondjam. Tudik, megpróbáltuk úgy összeválogatni a résztvevőket, az előadókat, hogy a műfaj sok szegmenséből, tehát olyanok jöjjenek, akik nem egy kaptafára, hogy úgy mondjam, zenélnek, hanem különböző stílusokat képviselnek. Például most neveket mondok, ugye a latinos zene kedvelőinek a Csordás Tibi és ütős szekciója fog eljönni, egy szenzációs jó buli. Galambos Lajos, ugye a klasszikus dallamok és a tulajdonképpen a mulatos zene kedvelőinek, ő a zenekarával jön egyébként, egy fantasztikus jó programot fog csinálni. De hát itt lesz Nagy Feró, ugye egy ilyen frenetikus buli hangulatot teremtve. Lesz egy igazi vérbeli rockzenekarunk teljesen élőben. Egyébként a műsor azon igyekszünk, hogy minél élőbb legyen, tehát zene legyen, tényleg a zenélés történjen, és ne egy ilyen hackni jellege legyen. Ezt gyönyörűen meg fogjuk oldani. Machine Mouse a neve ennek a zenekarnak. A rádiókban sok slágerét lehet hallani, de óriási. Tehát akik a rockzenét kedvelik, mindenképpen őket tudom ajánlani.
Hát ezekről jó magam is meg fogok nyilvánulni, természetesen a Határtalan dallal és Két meglepetés dallal. Az egyik egyébként a pontosan moziról íródott, aminek egy klip változatát is már elkészítettük. De egy olyan meglepetés dal, ami tulajdonképpen én, hát az a címe, hogy Önéletrajz helyett, és itt indul a városban, hogy amikor én megszülettem, és akkor stb. Stb. Ennek az ősbemutatója fog itt megtörténni. A Machine Mouse zenekar és a Panama zenekar együttes kíséretében ez egy ilyen legalább 6-8 perces komoly kompozíció. Ez most itt fog először elhangozni, és hát egyéb meglepetések is lesznek, amikről most nem szeretnék beszélni, majd akik eljönnek, meglátják. Tulajdonképpen ez egy monstre program egyébként, mert elkezdődik 4 órától, és nagyjából olyan 10-11-ig fog tartani. Hát szeretnék tényleg mindenkinek az igényeit kielégíteni, olyan értelemben, hogy amikor távozunk, én azt szeretném itt látni, hogy mindenki boldog volt, mindenki tudott bulizni egyet, mindenki megkapta a kulturális élményét. Hát bízunk abban. Eddig amit itt sikerült megvalósítanunk, az mind nagyon, nagyon szépen, nagyon jól sikerült, de most megpróbálunk még egy kicsit rátenni. A rendezvény befolyt összegét pedig a mozicentrum homlokzatának felújítására ajánlja föl. Hát ennek a célja az, hogy a mozira egy kicsit fölhívjuk a figyelmet. Az is a címe a rendezvénynek, hogy a Mi Mozink. Ez az elnevezése ennek az összejövetelnek tulajdonképpen. Hát ugye a mozinak az állapotát, azt, hogyha itt most ráfigyelünk, láthatjuk. Én remélem, hogy azzal, hogy mi itt a moziban egy ilyen címszó alatt tudunk csinálni egy ilyen komolyabb rendezvényt, akkor hát én a magam részéről csak abba tudok bízni, hogy ez az épület fennmarad még talán az idők végeztéig, hogyha ezt lehet így mondani. Tudnék, nekem nagyon sok élményem fűződik ehhez gyermekkoromból, kamaszkoromból, és tulajdonképpen ez a célja, hogy a mozi, jöjjenek az emberek a moziba, az épület maradjon meg, és itt még nagyon sok olyan dolog történjen, ami mindenki számára egy felemelő dolog tud lenni. Elmondta, Dunaújvárosra szívügyeként tekint, így a közeljövőben több az októberi Mi Mozink című rendezvényhez hasonlót kíván majd szervezni. Tehát tavasszal mindenképpen szeretnénk még egy komolyabb rendezvényt, amikor már jobb idő lesz, és azt meg tudjuk csinálni majd itt a Dózsa téren. Hát ott, hogy mondjam, tehát megint csak tulajdonképpen egy hasonló jellegű történetbe gondolkozunk, de talán még egy színházi előadást is, egy szabadtéri színházi előadást is bele tudunk majd aprikálni, legalábbis a tervek szerint ez így van így alakult most a mi tudatunkban, illetve már ezzel kapcsolatosan megbeszéléseket is folytattunk. Valószínűleg ez április vége, május közepe, amikor ez létre tud jönni, természetesen bízva, hogy abban, hogy akkor már jó idő lesz. Még egyszer újra. Dátumot, október? Ez a mostani rendezvény, ez október 15-én lesz, délután 16 órai kezdettel, szombaton, itt a Dózsa mozi nagy termében. A rendezvényre már jegyek kaphatók a Dózsa mozi centrumban. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!